kívánok, sziasztok! A magyarul a befejezetlen sorozatokhoz tartozó ifjúsági sorozat harmadik kötete ott kezdődik, ahol az Árnyakadémia befejeződött. A Solo ikrek és barátaik a Jedi Akadémiáról a Coruscantra mennek vakációzni. A bonyodalom egyik része akkor kezdődik, amikor az elhagyottak, vagyis az otthonról kitett vagy megszökött gyerekek területén haladnak át hőseink, a másik pedig, amikor a birodalmiak bekerülnek a képbe. Itt Brakis úgy forgatja a szavakat, hogy a címzetnek a több út illúziója ellenére ne legyen választási lehetősége. A pilóta Quarl már az Árnyakadémiában is kezdett árnyaltabbá válni, ahogy most is próbál változni a karakter, de ezt is csak egyetlen cselekedete miatt gondolom. Szóval az írók nem látták el sok feladattal. Ugyanennyire kevés szerephez jut Tami Sky, így a nő gyakorlatilag csak van. Az újonnan bemutatott szereplő, a Solo gyerekek koruszánti barátja, Zack, már érdekesebb. A csavargó fiú leleményes, határozott, független, magabiztos, kicsit gőgös, amikor képességei kerülnek szóba, mivel nem Jedi létére a városbolygó alsóbb, veszélyes szintjén tengeti életét. A jelen fejlődése az önmagában való kételkedéssel indul el. Felfigyeltem rá, hogy a történet során a szereplők annyit esznek, mint még soha. Komolyan mondom, a régi rajzfilmekből és filmekből azt hiányoltam, legalábbis feltűnt, hogy a cselekmény zajlik, de napokig nem esznek, és akkor még a túlélés törvényei nem is létezett. Lubakának honvágya van, de teszi a dolgát, a tolmács droid idegesítő. Tennel K. ironikus módon kényelmetlenül érzi magát az elegáns, csillogó környezetben, figyel a veszélyekre. Leia fáradt, egy találkozóra készül, természetesen, amikor csemetéi bajba kerülnek, aggódik értük, vagyis a regény szerintem a karakteréhez semmit sem ad hozzá, ahogy a viccelődő Hanhoz és a bölcsékedő Lukehoz sem. Sajnos ebben több fölösleges ismétlés volt, mint az előző kettőben a lényeges cselekményeket illetően, melyekre annak ellenére, hogy nem közvetlenül ezelőtt olvastam őket, a történet egyszerűsége miatt maradéktalanul emlékeztem. Számomra kb. Olyan, mint az Árnyakadémia, de a folytatásra nagyon kíváncsi vagyok a végén feltűnő szereplő miatt. Aki az előző két kötet minden részletét meg akarja ismerni, olvass el azokat is, de a lényegük ebből a harmadik kötetből is megismerhető, így ennek a megértéséhez nem szükséges elolvasni azokat. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!